Felkészült a tüntetők újabb ostromára Párizs. A rendőrök barikádokat emeltek, a kereskedők és a vendéglősök fából eszkábáltak, vagy profikkal építettek takarólemezeket kirakataik, portáljaik elé, hogy megvédjék magukat a vandáloktól május 1-én is. Erre a párizsi rendőrkapitányság is felszólította azokat, akiknek üzleteik vannak a demonstrációk útvonala mentén. A francia belügyminiszter arra figyelmeztetett kedden, hogy május 1-e a munka ünnepe, nem pedig az erőszaké. Azt szeretné, ha a szakszervezetek és mindenki, akinek őszinte mondani valója van, nem dolga, hogy ezeket a nézeteket rangsorolja, szóval, hogy mindenki szabadon kinyilváníthassa a véleményét. De azért, hogy ez biztosan jól végződjön, a bajkeverőket feltartóztatják, kiiktatják, őrizetbe veszik és eljárást is indítanak ellenük. Az ilyenkor szokásos szakszervezeti demonstrációk rosszul végződtek tavaly is. Ráadásul kivonulnak a sárga mellényesek is, úgyhogy körülbelül 4 kilométer hosszan, majdhogy nem felismerhetetlen a párizsi belváros a fedezékek miatt. A sárga mellényesek már 24 hete minden szombaton feldúlják a Champs-Élysées környékét, de szerdán egészen a Place d'Italie-ig nyúlik a május 1-i tüntetők útvonala.